24 ország több mint 500 kiállítójával megnyitotta kapuit a 26. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok hódmezővásárhelyen. A háromnapos rendezvény megszervezése évről évre nagyobb kihívást jelent. A legnagyobb kihívás az az volt, hogy az Agrárminisztérium még társrendezvényben nyilvánította a 26. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokat, és ez egy nagyon nagy elismerés, és ugye a kihívás része pedig az, hogy a színvonalban mindenképpen kell felelnünk az eddigieknek. Igyekeztünk a kiállításra olyan háttérszolgáltatásokat biztosítani, komfortjavító szolgáltatásokat a látogatók részére, tovább tudjuk emelni a kiállítás színvonalát, az utakat bitumeneztük le, és még járhatóbbak továbbá szélesítettük az élemhelyeknek a számát, komfortosabbá tettünk jó pár kiállítói helyet, és természetesen programokban is igyekeztünk még színvonalasabb programokat összeállítani. Kiállítók száma, hogy sikerült, mi a létszám? Én azt gondolom, hogy napközben, amíg nem esett az eső, a normál eddigi éveknek megfelelő létszám volt, sokan voltak, természetesen szakmai nap, és ilyenkor azt kell nézni, hogy mennyien vannak a standokon, és a standokon minden asztal tele volt, és tárgyaltak minden asztalnál. Ha jó, már pedig azt mondják, hogy jó idő lesz pénteken és főleg szombaton, úgy gondolom, hogy te lesz a kiállítási tér, de 17,7 hektárt megtölteni emberrel nem könnyű dolog. Én bízom benne, hogy meg lesz az a szokásos látogatói mennyiség, akik el szoktak jönni, 50-60 ezer ember szokott kilátogatni a vásárlónapokra. Mekkora a kitekintés, hát külföldi kiállító, mennyi van? Pontosan nem tudom megmondani a számokat, de érkeztek 24 országból vannak látogatóink és kiállítóink külföldről. Van Törökországból kiállítónk, Szlovákiából van kiállítónk, távolabbi részekről is van kiállító, Románia, Bulgária, Csehország. Most én a teljesség igénye nélkül mondtam párat, nem tudom az összeset felsorolni. Nemzetközivé vált ez a kiállítás már a korábbi esztendőkben. Igyekszünk díszvendégországot hívni, és hogyha díszvendégországot sikerül megoldani idei esztendőben a mi hibákon kívül, Bulgária utolsó pillanatban mondta le, ha sikerül ezt megoldani, akkor azt gondolom, hogy még erősebben külföldivé és nemzetközivé válhat ez a kiállítás, ami emeli jobban a hazai tenyésztők pozícióját, hiszen jelen pillanatban is Franciaországból 12 újságíró volt itt a kiállításon, akik folyamatosan jegyzeteltek, és ugye mekkora meglepetés volt nekik, hogy a húsmarha bírálatoknál francia bíróval találkoztak, és azt gondolom, hogy jó hírét viszik a vásárlói kiállításnak, a magyar tenyésztőknek. Egyébként mondták, hogy ők nem gondolták volna, hogy a magyar tenyésztés ilyen, úgyhogy meglepődtek, de pozitív értelemben.